Az eddiginél hosszabb és szigorúbb, további 19 év börtönbüntetésre ítélte az orosz bíróság Alekszej Navalnyit. Az orosz ellenzék vezéralakjaként és Vlagyimir Putyin elnök legfőbb bírálójaként emlegetett politikus jelenleg 9 éves börtönbüntetését tölti, de szélsőséges tevékenység vádjával még 20 évnyi szabadságvesztést kért ellene az ügyészség. Ebből 19 évet meg is ítélt a bíróság. A tárgyalást a nyilvánosságtól és a sajtótól teljesen elzártan egy börtönhelyiségben tartották.